Röplabdakupát tartottak a második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán, ami felvezető programként csatlakozott az intézmény hagyományos rendezvénysorozatához, a Rákóczi Napokhoz. Az eseményt 3 év kihagyás után tudták ismét megszervezni, hiszen előbb a koronavírus járvány, majd a háború miatt voltak kénytelenek azt kihagyni. Idén a megmérettetésen 5 csapat játékosai mérték össze tudásukat. Bátyú, Csap, Ungvár, Beregszász és természetesen a házigazdák. Ez úgy van, hogy minden évben nálunk van a Rákóczi hét. Ebbe a Rákóczi hét keretbe állandó szoktunk vezetni a röplabda Rákóczi kupát. Sajnos 3 év keresztül már nem tudtunk rendezni, azért, hogy a Covid miatt és a háború miatt nem tudunk. Nagyon örülök, hogy idén nagyon nehéz helyzetbe de tudunk levezetni a negyedik hagyományos Rákóczi röplabda kupát. A versenyt Csernicskó István, a főiskola rektora nyitotta meg, aki kiemelte, hogy a főiskola számára fontos, hogy népszerűsítsék a sportot, az egészséges életmódot. Rákóczi főiskola nem csak oktatási, tudományos és kulturális központja Beregszász életének, hanem egyben sport központja is. Éppen ezért az intézmény mindent megtesz annak érdekében, hogy megteremtse polgárai számára, a hallgatók, oktatók, munkatársak számára sportolási lehetőségeket, és ez kitűnő alkalom arra egyrészt, hogy barátkozzunk, ismerkedjünk más sport szerető csapatokkal, emberekkel, másrészt pedig a mi saját csapatunk kipróbálhatja magát, hogy hol tart a felkészülésben. Hát egyelőre jól állunk. Egy győzelem, egy döntetlen, majd meglátjuk, hogy mire jutunk a továbbiakban. A röplabda csapat hetente 2-szer gyakorol, mondjuk nem minden mérkőzésen látszik ez a sok gyakorlás, de ettől függetlenül nagyon lelkesek a fiúk. Házigazdaként nem illik mindenkit megverni, mert akkor ugye megmondanák, hogy nem jó vendéglátók vagyunk. Én abban bízom, hogy az utolsó helyet elkerüljük, talán még a dobogóra is felférünk. A főiskolát idén a tanárok csapata képviselte. Kapitányuk Bacsó Róbert szerint fontos, hogy példát mutassanak a hallgatók számára is, és nem csak azzal, hogy a katedrán látják őket. Ez a kupa, ami is most már 4-szerre kerül megrendezésre a második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán, egy nagyon jó lehetőség a diákok és a tanárok számára is, hogy közösen meg tudjuk mutatni, hogy az intézmény nem csak oktatási, kulturális és egyéb funkciókat lát el, hanem sportolási lehetőséget is biztosít, és így igazából az épp testben, épp lélek szlogent is a gyakorlatban meg tudjuk valósítani. A főiskola csapata diák és tanári gárda keverékéből áll össze. Heti egy alkalommal szoktunk együtt edzeni, de hát külön-külön is tudunk erőpróbákat megvalósítani, ezáltal próbáljuk ezt a formánkat tartani. Úgy érezzük, hogy ez egy nagyon jó lehetőség egyéb résztvevőkkel is megmérettetni, és így igazából fel tudjuk mérni a saját erőviszonyainkat, és hogy kik azok, akiktől valami újat is tanulhatunk, igazából ez egy ilyen szakmai fejlődésként is fel tudjuk fogni. Úgyhogy örülünk a lehetőségnek, hogy részt vehetünk ezen a versenyen. Kettős érzések fogtak el bennünket, nagyon jó hangulattal rágyúrtunk a versenyre, egy alapvetően megzavart bennünket a két személynek a kiesése, hisz sajnos Bokafica miatt ketten kiestek a csapatból, úgyhogy egy picit át kellett variálni a játékot, és érthető módon ez nem hozta meg azokat az elvárt eredményeket, amelyeket igazából a verseny végkifejletéhez próbáltunk megfogalmazni magunk számára, de örülünk neki, hogy így is részt tudtunk venni, és igazából fel tudtuk mutatni, hogy a főiskolán is zajlik egy ilyen képzés, ami nem csak szakmai, hanem edzői szinten is megvalósul. A Rákóczi Főiskolán fontosnak tartják az egészséges életmód népszerűsítését, ennek bizonyítéka a legújabb sportlétesítmény is, a nemrég átadott tanúszoda, amelyet már mind a hallgatók, mind a tanárok bármikor igénybe tudnak venni.